1970-ben. És valójában a halálának körülményei, tehát hogy egy telefonos lakásban Pesten nem jött ki az orvos, és aztán a mentő, és aztán egy iszonyú dráma eredménye lett, hogy ott halt meg a lakásban. Nem segítettek rajta. Mi baja volt? Rosszul lett, egy agyér görcs cseh volt. Kilenc születésem után volt egy balesete, és egy szovjet ilyen jeep kocsi ütötte el, ilyen katonai autó ütötte el, eléggé gyanús körülmények között, ahogy mondják ma. És nem jött a mentő, de Stihlap akkor ilyen háromrészes sorozatban foglalkozott ezzel, hogy egy ember meghalt. És akkor változtattak is a törvényen, hogy ki kell menni a mentőnek, hogyha egy lakásról telefonálnak. Ha az utcára levitték volna édesapám, akkor kiment volna a mentőautó. Hogyha kiment volna a mentő, akkor esetleg ma is élne? Ma is, hát jó, hogy ma elég idős lenne, mert 25 év, 26 éve halt meg. És nagyon hiányzott. Szóval éppen 20 éves, 19-20 éves voltam, amikor meghalt, és talán ezért is olyan erős bennem a nagyapai élmény. Nagyapám, aki lent ott a kis faluban, Nyírségben élt, és a gyerekkorom úgy hozzá kötődik inkább. De úgy vélem, hogy a mi nemzedékünknek nagyon erősek a nagymama és nagyapa élményei. Ez ma is talán így van. Mik voltak még nehéz helyzetek? Hát az aggódás a gyerekekért, a három gyerekért, hogyha beteg volt. Azt ugyanolyan nehezen éltem meg, mint a feleségem. Az biztos, hogy kitörni, megoldást találni azért kellett mindig hozzá, hogy van három gyerek, és egy ragyogó feleség, akivel együtt lehet dolgozni, gondolkodni, és a legnehezebb helyzetben is talpra lehet állni. És a családon kívül mi segített? Barátaim. És az, hogy végül is a lehetetlenben a lehetséges mindig meg lehet találni. És a hite, ön vallásos ember. Igen. És a vallás segített ezekben a helyzetekben? Az számomra olyan természetes, mint hogy most egy kamera néz rám, ami azért természetesen furcsa dolog, nem mindennapos, de mint hogy itt vagyunk, beszélgetünk, ezzel nem hivalkodom, nem szeretem erről többet beszélni, mint amennyire mélyen azért az emberben ez benne van. Van egy hite, egy meggyőződése, nyugalmat ad. Nagyon sok barátomban, akikkel plébánosok, fiatalok, vagy idősebbek, egy se tudna mondani olyan emléket föleleventen, hogy mi hitről beszélünk. De valahogy természetesen nem tudok erről többet mondani. Nem szokott erről beszélni? Nem. Szóval ez a szerelemről. Ez olyan dolog. Szeretem a feleségemet. Számomra ez egy természetes dolog, mások számára lehet, hogy nem természetes dolog, de talán alaposabban. Nem szabad rögtönözni. Szóval félek a rögtönzéstől, ha erről beszélek. Ezt alaposabban végig kell gondolni. Minden mondatot, minden szót meg kell csiszolni. Erről csak égköveket szabad kiadni, letenni az asztalra. Mert nagyon szép. És nem szabad elgondolni. Mafla megfogalmazású mondatokkal. Lehet, hogy ezért van ez. Akár hitről, akár szerelemről. Ez a kettő valahol bennem az ugyanolyan erős, de ahogy a himnus sem mondom el mindig, nem szabad, csak akkor, amikor annak ideje van.
És ez kell, hogy fegyelmezzen is. És mindent ennyire átgondol, mindent ennyire megrág, mielőtt mondja. Sajnos néha nekifutok én is buta mondatnak, nekifutok buta helyzetnek. A politika az, és a közélet az eléggé gyors történéseivel, vágatlan helyzeteivel okoz olyan alkalmat, amikor bizony fölkészületlen, vagy éppen nem tud úgy reagálni, ahogy kellene. Lépek ki, mondjuk a képviselőházban a frakció tárgyalóteremből, és hirtelen előttem kamerák és mikrofonok, és akkor egy kérdés, és ott állok, és gyorsan kell reagálni. Ezt meg kell tanulni. Ez egy szakma, és ez nagyon alaposan föl kell készülni, és ez rengeteg idő, és minden részletet pontosan át kell gondolni, mert mindennek következménye van, és annak is van következménye, és a felelősség rendkívüli. Ez ne szorítson túl, mert akkor agyon szorít. Tehát nem arról van szó, hogy mindent átrák, hanem egy olyan készséget kell kifejleszteni, amelyikre itt például a közéletben szükség van. És a politikában mik voltak az eddigi legnehezebb helyzetek, miket ítél meg annak? Végig nehéz volt. Végig nagyon nehéz volt. Végig. Minden napja, minden mozdulata nagyon nehéz volt. Nehéz volt 87 után azért megszervezni egy ellenzéki erőt, aztán ez MDF-ként, pártként jelenjen meg. 90-ben nehéz volt tudomásul venni, hogy, és nem akar most végigmondani a történetet 96-ig, de ennek a szakaszai. Hogy éli meg a nehézségeket? Tehát amikor például vádolják önt, ugye amikor volt a 94-es választás, annak a kudarcát is magára kenték legalábbis részben, akkor vádolták ugye, hogy a pénz elment, vagy akár most is élesz, hogy antaltalanít. Tehát amikor van az ön életében egy politikai vád, akkor az emberként hogyan éli meg? Az nem egy jó érzés, hogy az embert vádolják, függetlenül attól, hogy igaz vagy nem igaz. Nagyon rosszul, de úgy, mint egy hazugságot, vagy amelyik nem segíteni akar. Tehát az megint más, valakivel beszélgetünk, és alaposan elemzünk egy helyzetet, egy döntés, előkészítő mechanizmust, és abban, ha az ember, vagy jó magam, vagy más tévedett, miért történt, mi a következménye, hogyan kellene másképpen ezt végig gondolni. Ez jó, de ha valaki csak azért vádol, vagy azért rágalmaz, mert annak ilyen különféle alantas, vagy politikai céljai vannak, nem biztos, hogy alantas, politikai eszköztárhoz tartozik az, hogy egy politikai küzdelemben a másikat lejárgatni és a másikat tönkretenni. Nem tudom elfogadni ezt a harcmodort, de tudomásul veszem, mint a valóság egy részét. Nehezen élem meg, nehezen éltem meg, de arra azért rádöbbentem, hogy igazán nem engem bántott, hanem a környezetemet bántotta, főleg a hazugság, az édesanyám nagyon nehezen élte meg, mert tudta, hogy nem így van. A feleségem nagyon nehezen élte meg, a három gyermekem nagyon nehezen élte meg, mert tudták, hogy nem ez történt. Az MDF ketté szakadása, ez biztos nem könnyen érintette önt érzelmileg, hiszen sok olyan ember elment, akihez baráti viszony is fűzte. Felejthetetlen pillanatokat szereztek mondjuk Szabó Ivánék nekünk, de emberileg hogyan érintette ez önt, hisz régi kapcsolatai? Nagyon nehezen, mert végül is azok mentek el, akikkel együtt dolgoztunk korábban, akikben bíztunk, és akik egy váratlan helyzetben úgy döntöttek, hogy ezt egy másik utat választanak. Ezt én tudomásul vettem, és megpróbáljuk magunk erejéből a Magyar Demokrata Fórumot megerősíteni. És nem, nincs bennem sértődöttség, mert sokan mondják, hogy most meg vagyok sértődve. Nem, hát egy rossz tapasztalat. Azok, akik korábban azt mondták, hogy legyen bármi a választás eredménye,
akkor is a Magyar Demokrata Fórumban lesznek,